Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Leendő kutatóként ökotoxikológiával, illetve kétéltőekkel foglalkozom. A béka szóról, illetve erről a képről nagy valószínűsége mindenkinek két másik szó jut az eszébe, hogy csók és hogy fúj. Ez a két ellentétes dolog. Na de én sem azért foglalkozom békákkal, hogy lássam, hogy vajon királyfi lesz belőlük vagy sem. Habár az nagyon is érdekel, hogy vajon fiú vagy lánybékával van-e dolgom, de ne szaladjunk ennyire előre. A kétéltőek ki vannak téve az emberi tevékenységből származó szennyezőanyagoknak, mint például gyomirtószereknek, gyógyszermaradványoknak, és ezek bizony az ivóvíz hálózatán keresztül hozzánk emberekhez is visszajuthatnak. A kétéltőek kiváló indikátor szervezetek, tehát kiválóan előrejelezhetik nekünk a környezet egészségtelenségét, tehát gyakorlatilag helyettünk betegszenek meg. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a kétéltőek akaratlanul is felveszik ezeket az anyagokat rendkívül áteresztő bőrük miatt, illetve belső szervrendszerük is sok szempontból hasonló a miénkhez. Az ökotoxikológiai kutatás egy rendkívül izgalmas folyamat. Vizezünk, mérünk, boncolunk, és közben olyan kérdésekre keresjük a választ, mint például, hogy az ebihalak képesek-e átalakulni gyomirtószerrel szennyezett vízben. A varangyok megváltoztatják-e méreg összetételüket városi környezetben. És hogy előfordulnak-e ivarváltott egyedek a populációban. Ugye, akik látták a Jurassic Parkot, azoknak nem újdonság, hogy a békák képesek a nemváltásra, azaz az ivarváltásra. De mi is ez pontosan? Ugye nálunk embereknél az X és Y kromoszomák aránya határozza meg, hogy valaki fiú lesz-e vagy lány, és kétéltőeknél is vannak nagyon hasonló kromoszomák, amelyek megszabják, hogy petefészkek vagy herék fejlődnek-e ki az adott állatban. Ez a fejlődéshez hozzájönnek még a hormonok többek közt, és ezután alakulhat ki a fenotípusos ivar, tehát a szemmel is látható ivarra jellemző tulajdonságok. Csak hogy el tudjuk képzelni, ők valahogy így látják egymást, mi pedig így látjuk őket, ugye kétéltőeknél a nőstények a nagyobb termetűek általában. Ha pedig belekukkantunk ezekbe a csodálatos állatokba, akkor láthatjuk a gyönyörűen fejlődött petefészkeket, vagy pedig ilyen hosszúkás kis fehér képleteket, heréket találhatunk. Ivarváltásról akkor beszélünk, amikor a kromoszomális ivarral ellentétes fenotípusos ivar alakul ki. Tehát például a kromoszom azt mondja, hogy XX, tehát nőstény, viszont a szemünk azt mondja, hogy ez bizony egy hím. Illetve extrém esetekben olyan is előfordulhat, hogy egy azon egyedbe találunk petefészket és herét is. És bizony vannak olyan szennyezőanyagok, amelyek annyira összezavarják ezeknek az állatoknak a szervezetét, hogy kénytelenek ivart váltani. Ugye ők ezt nem akarják, hiszen gondoljunk bele, például egy csupa nőstényből álló populáció képtelen a fennmaradásra. Tehát nem lesz belőlük királyfi, ők csak egészséges hímek és nőstények szeretnének lenni, és tisztában vagyok vele, hogy sokan nem szeretem állatokként gondolnak a békákra, illetve a kétéltőekre, és nem is várhat el, hogy mindenki az egész életét feltegye arra, hogy kutassa ezeket az állatokat, mert arra itt vagyok például én, viszont arra szeretnék kérni mindenkit, hogy vigyázzunk rájuk és óvjuk őket, egyrészt mert csodálatos állatok, másrészt meg velük is osztozunk a Földön. Köszönöm szépen a figyelmet!